2018-ban 100. születésnapját ünnepelte a Szent István Egyetem stratégiai partnere, a Wageningen University and Research. A gödöllő hollandiai testvérvárosában működő egyetem 2017-ben kiérdemelte a világ legzöldebb felsőoktatási intézménye címet, idén pedig első helyen végzett a világ legjobb mezőgazdasági képzéseket nyújtó egyetemeinek sorában. Az egy éven át zajló centenáriumi ünnepsége kiemelt programjaként a hollandiai egyetem vezetése egy szívós, időtálló facsemetét, úgynevezett University Tree-t plantált el Gödöllőn, amellyel a Gödöllő városával és a Szent István Egyetemmel több mint negyed százada kialakított, hosszú távú együttműködésnek kívánnak emléket állítani. A Magyarországon őshonos házi berkenye a Szije Gödöllői Botanikus Kertjében, a világ legszebb fája 2014. évi versenyén ezüstérmet szerzett Vén Vackorfa közelében kapott helyet. Az ünnepélyes faültetésen a házigazdák képviseletében dr. Palkovics László rektor köszöntötte a vendégeket, majd rámutatott. A fák az életet, a növekedést, a békét és a fenntarthatóságot jelentik számunkra. Ezután René van Hell, a Holland Királyság magyarországi nagykövete méltatta a holland-magyar kapcsolatok városi és egyetemi szinten egyaránt példaértékű működését. Dr. Gémesi György Gödöllő polgármestere a két település által 1992-ben életre hívott testvérvárosi megállapodás előzményeit és fontosabb pillanatait idézte fel. Gert van Rumund Wageningeni polgármester a példaértékű testvérvárosi partnerség egyetemközi kapcsolatok és családok szintjén is kiválóan funkcionáló rendszerét méltatta.